Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóságot a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos központjában a Máltai Tanulmányok folyóirat labbemutató kerekasztal beszélgetésén. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm Vecsei Miklós miniszterelnöki biztost, Fabinyi Tamás evangélikus püspökurat, Kállai Ernő társadalomkutatót és Binder Mátyás történészt, akik a kerekasztal beszélgetés részvevői lesznek. Nagyon visszhangzott bennem az, hogy érdemes-e beszélni egy csomó dologról, ami távolról nem érthető. Szóval ki lehet-e mondani dolgokat, hogy püspök úr, ahogy mondtad, vagy írtad, hogy a romák között végzett szolgálatot nem szabad romantizálni, mert hogy itt prostitúció, drogkereskedelem, uzsora, hogy lehet-e ezekről a témákról egészen őszintén és nyíltan beszélni? Megkockáztatom, szabad-e? Az evangélikus egyház is megpróbálkozott azzal, hogy egyházként szervez közösségi életet, vallási életet, kultúrát és egyéb feladatokat magára vállal. Egy volt tejcsarnokban alakítottunk ki egy kis kápolnát, és megtartottuk az első istentiszteletet. Nagyon boldog voltam, hogy számos gyereket meg felnőttet megkeresztelhettem. Ugyanakkor, amikor elmentem onnan, hát elég szomorúan értesültem, hogy nem sokáig állt ez a kis kápolna ebben a formájában, és az istentiszteletek szépen lassan elmaradtak. Ugyanakkor nem adtuk föl, nem adjuk föl, hanem hát ott vagyunk azért, és megpróbálkozunk részben szociális, részben lelki munkával. Nem, hogy romanticizálni nem kell ezt a kérdést, azt gondolom, hanem etnicizálni sem igazából. Csenyéte az a rendszerváltozás utáni magyar társadalom kudarcának az egyik tipikus példája, ami a szegénység ellen szólt. Ami nem csak cigányokat érint, mert persze lehet beszélni prostitúcióról, drogkereskedelemről, mindenről, biztos, hogy csak a cigányok érintettek ebbe, oké, nem vagyok benne olyan nagyon biztos, csak arról nem szoktunk, az nem olyan érdekes. Sajó Kazán, legalább 10 éve volt az árvíz, ahol próbáltunk segíteni, levittünk egy kamionnyi cuccot, és a Sólyom telepen raktuk le az első részét, és aztán hát nem raktuk le az egészet, és amikor mondtuk, hogy hát megyünk le a Petőfi telepre, akkor egyik srác elkezdte visszahaigálni, hogy akkor nekik nem kell. Én ezzel soha nem szembesültem, hogy egy településen élő olácigány közösség és a folyóparton élő romungró magyar cigány közösség ilyen szinten egymással szemben áll, miközben mi általában a cigányságról beszélünk, a Sajó Kazán élő cigányokról, akik egyébként külön-külön a két közösség, a nem cigány lakossága sokkal jobban van. Amikor a magyarországi cigányságról beszélünk, felelősségünk-e nekünk, hogy kell erre kitérni, hogy ez nem egy homogén világ? Mindenki keresi, hogy honnan jön, milyen nyelven beszél, kik a felmenői, honnan származik, tehát ez ennek a része lehet. Tehát amíg valaki akarja magát definiálni egy közösségen belül, hogy kikkel van szorosabb kapcsolata, akár vérszerinti kapcsolata, kiktől van egy kicsit távolabb, az még jól is elsülhet tulajdonképpen, egyfajta egészséges identitás keresés is kijöhet ebből. A magyar politika több száz éves találmánya, hogy egy egységes valamit hoztak ebből létre, amit úgy hívnak, hogy cigány leginkább a többségi megközelítés szerint, pedig nagyon sok olyan különbség van benne, amiről legalábbis szakmai szinten mindenképp érdemes beszélni, szerintem. Így nagyjából 20 évvel ezelőtt egyetemi hallgatóként kutattunk egy erdélyi településen, és ott a romák lakta település részre járkáltunk, interjúzgattunk, fotózgattunk, és akkor jött egy ötlet, hogy nagyszülők összegyűjtöttek szüleink Magyarországon ruhákat, és akkor azt elvisszük a kis Suzuki-val, és akkor kiosztjuk, hogy segítünk. Azon a település részen nagyon komoly mély szegénységbe éltek a romák, tehát ismerem a máltai településeket, ahol vannak saját iskoláink, egészen attól is mélyen szegénység uralkodott ott abban az időben. És megjelentünk, hogy nyilván az ismerősebb családoknál bukkantunk fel először azzal a néhány zsár ruhával, és egy nagyon komoly konfliktus keletkezett, mert a távolabb lakókat a
a település magjához közelebb élők megkülönböztették magukat a településtől kicsit távolabb élőktől, tehát volt a cigány, a helyi cigány közösségen belül is egy erős törésvonal, és erős beszekedés, tehát egy hosszú történet, egy bonyolult helyzet alakult, ahol tehát, hogy nem volt úgymond etnikai különbség, vagy kultúrás különbség a helyi roma lakosság között, de mégis a mély szegénység, amiben van egy úgynevezett szegénység kultúrája, hogy hát vagy mindenki kap, vagy senki sem. Egy ilyen egalitárius gyakorlat. Pár évvel ezelőtt ültem egy baráti társaságban, ahol egy általam jól ismert cigány értelmiségi barátom, akint nagyon-nagyon határozottan nem hívő ember, beszélgetés közben azt mondtam, hogy hát az elég sok időt töltöttem már cigány közösségekben, és nekem az az érzésem, így fogalmaztam, hogy hát majdnem mindenki hívő, vagy hisz valamiben. És ez a srác javított, hogy mindenki. Tehát, hogy a cigány közösségében vagyok, mindenki hisz. És az egyik kérdésem az, hogy ez szerintetek így van-e? A másiknek, hogyha ez így van, akkor amikor mi szociális politikáról, oktatáspolitikáról, stb. Beszélünk, egy abszolút nem ebbe az irányba haladó európai nagy közösségben, ezt figyelembe kell vennünk a szociális munkákban, a hétköznapjainkban. Ahogy itt ezt ennek a történetét nézem, a magyarországi szegénység és kisebbségek történetét, ezen már talán Isten sem tud segíteni. Nagyon úgy tűnik. Ezért van itt tanár. Igen. Itt ebben a térségben, Kelet-Közép-Európában nem volt szokás, vagy nem volt olyan nagy hagyománya annak, mint mondjuk az Egyesült Államokban a feketék integrációja során, ahol az egyházok és a vallás az nagyon komoly szerepet játszott. Valaki bemegy egy fekete templomba, imaházba, még most is látja azt, hogy milyen módon alakították az adott egyházak szertartásait és mindent annak érdekében, hogy az adott fekete közösség szívesen menjen oda, jól érezze ott magát és megtalálja ott a helyét. Nálunk nem olyan nagyon régen kezdtek el a kisebb-nagyobb egyházak belelépni ebbe a történetbe. És lehet, hogy rosszul látom, de egyelőre inkább a közösségeket akarják alakítani az egyházakhoz, semmint fordítva történne ez. Abban hiszek, hogy a sokat emlegetett társadalmi integráció, ez most már ilyen varázsszó napjainkban, igazából ez egy kölcsönösséget jelent. Tehát, hogyha csak bizonyos elemeket, azokat az elemeket veszünk át egy népcsoporttól, a kultúrából, vagy bármi másból, ezt úgy is hívja a szakirodalom, hogy butik multikulturalizmus, hogy milyen jó ennivalók vannak meg, hogy a százlábú cigányzenekar milyen jó húzza meg. Tehát, hogy de hogyha ennél egy kicsit azért többet szeretnénk, akkor azért lehet, hogy mást is hozzá kell még tenni ehhez. Amennyire lehet, teljesen igazad van, hogy nem a meglevő közösségeinkhez kell igazítani őket, hanem ő hozzájuk elmenni és belülről megismerni őket, de ezután ennek következő lépéseként amennyire lehet, tényleg tanítani kell őket. Tehát mint ahogy tanítani kell a budapesti középosztálybeli családokat is. Az biztos, hogy az érzelemgazdagság az általában segíteni szokott a hit megélésében, mert valaki rezonál akkor a másik embernek az élethelyzetére, vagy adott esetben egy imádságot, ha elmondunk vele, akkor ő együtt tudja mondani, és nehéz élethelyzetben a fájdalmait nagyon erőteljesen meg tudja fogalmazni, és az Isten elé tudja vinni, az örömét is a maga látványos módján akarja megélni. 30 évesen szülik majdnem az első gyereket a magyar átlag. A mi településeinken pedig alig 20. És hogyha egy okos matematikussal leülünk, van itt néhány közöttünk, akkor azt mondják, hogy a következő 20 évben a 300 településünkön fog megszületni Magyarország 7-8%-a. Mi erre azt szoktuk mondani, hogy aki nem tud szeretni, a kicsit megijedhetne már. 1890 körül egész jó foglalkoztatási adatok voltak. Az Átkosban a 80-es évek közepén majdnem ugyanannyian dolgoztak a cigányságból, mint a társadalom más rétegeiből. Hogy történt ez?
Én semmi méhészőt nem látok, hogy örülni kell, nem? Otthon vannak a nők és szülnek. Nem mindenféle gyanús egyetemre járnak, vagy egyéb dolgokra, hanem szülnek. Hát csökken a népesség, tehát hajrá. Olyan emberekkel készítettem interjút, akik hát ilyen egyetemszerűkön tanultak, cigánynők, meg emberek, és az Istennek nem akarnak többet egy gyereknél. 80 ezer háztartásból 20 ezer teljesen komfort nélküli. A 72 csenyétei házból 2-ben van víz, miközben benn van a faluban a víz. 20-ban van áram. Hogy a fenébe történhet meg, hogy ez így meglepetést okoz, hogyha ezt elmondod, meglepetést okoz. Tehát, hogy ennyire rosszak az adatok, miközben a másik oldalról nagyon kellene a gyerek. Nem ütetted a 1970-80-as években foglalkoztatottsági mutató, tehát a roma férfiak foglalkoztatottsági mutatója volt az, ami megközelítette pár százalékra az összlakosság, a férfi összlakosság mutatói. A nőké, a roma nőké ez jóval alacsonyabb volt, de mégis egy markáns elmozdulás volt az azt megelőző világháború, stb. Korábbi évtizedekhez képest. És ez a hullám, ami egyrészt, hogy nem adott lehetőséget egy tartósan, egy más társadalmi státuszra berendezkedni. És a rendszerváltás, komoly szociológusok leírták, hogy ez egy elképesztő gazdasági trauma volt, úgymár más kelet-európai országban, de Magyarországon, hogy megszűnt 1 millió munkahely, és 10 éve később ugyanúgy nem lett több munkahely. Tehát, hogy az a stagnált a munkahelyek száma, most nyilván az adatai nem feltétlen pontosak, de egy ilyen nagyságrend, nagyon ütős nagyságrendet mondod, akkor ne csodálkozzunk, hogy azok, akik akkor elvesztették, vagy az ő gyermekeik, és egy több generációs szegénységről beszélünk a fetés településeken, akkor ebből nem tudnak kilábalni, és viszont azok a mintázatok, amik mondjuk voltak a 40-es években. Ezen kéne meglepődni, hogy mi a fenér van még ennyire sok helyen ilyen szegénység, hogy nincs semmi. És egy itt megszületett gyerek, aki itt nő fel, az milyen szocializáción esik át? Az nem fog Oxfordba készülni, vagy nem tudom hova. Hát mikor a gyerekeket megkérdezik, a legoptimistább életcél az, hogy közmunkás lesz. Mi lenne az, amire mondjuk 3 dolgot mondhatnál, hogy most azonnal változtassuk meg? Mi lenne az a 3? Én nem olyan dolgokat mondanék, ami a romákat célozná. Azt mondanám, hogy magas szintű oktatási rendszer Magyarországon, magas szintű egészségügyi ellátórendszer Magyarországon, és normális lakhatás. Pont. Ugye a rendszerváltás utáni kormányzati intézkedések, azok inkább szociálpolitikai jellegűek voltak, tehát idézőjelbe színvak, tehát hogy nem a romákat célozta, erre utal Erdőn is az írásában, vagy pedig kiemelten a romákra fókuszáltak, hogy akkor roma program, vagy cigány program, vagy a cigány ügyrendezés, stb. Ez a kettőség érhető tetten a program, és az Erdő írja, most akkor ezt levágtad, akkor elmondom, hogy úgy tűnik, hogy az elmúlt 10-15 évben inkább abba az irányba mentünk el, hogy nem a romákat célozza a program, ami ugye hát nyilván egy butaság lenne, mert nem minden roma szegény, és nem minden szegény roma. Ugyanakkor, hogyha nem maradhat az egész politika, nem maradhat színvak, mert attól még a társadalom, most az egész társadalomra gondolok, egy része, hát ha tetszik, hanem rasszista lesz, hogy előítéletekkel él együtt. Tehát, hogy muszáj a társadalomnak a nem roma részét, vagy az önmagát nem romának tartó részét is érzékenyíteni abba az irányba, hogy itt együtt élünk magyarokkal, akik mondjuk részben romák, vagy minek tartja magát, vagy akár rólát, igen, beállások, stb. És ebben mondjuk fontos lehet, hogy a közoktatás. 90-es évben, hogyha kinyitott bárki egy törőkönyvet, abban nagyítóval se letett azt a szót, hogy cigány vagy ilyesmi megtalálni gyakorlatilag egy-két kivétellel. Tehát, hogy a reprezentáció az, amikor viszont láthatóvá kell tenni azt, hogy van egy kisebbség, ami egy sokszínű kisebbség, stb. Hogy ez is egy pontos feladat, tehát, hogy mellette működnie kell ezeknek a folyamatoknak is, hogy tartós legyen az eredmény. Mert lehet, hogy tök jó lesz a lakás a
azon a fetés településen, és nem tudom mi, és akkor elmegy a nagyvárosba az unoka, vagy a gyerek, hogy akkor másodgeneráció munkát vállalna, és hát látják a kolompár, vagy kicsit barnább, mint a szokásos, és véletlenül majd nem veszik föl. Miskolcon jártam iskolába, az első 4 osztályt, és elsőben volt egy német nevű osztálytársnő, és akkor ismerős körben beszéltem róla, hogy a német így úgy, és akkor jött a reakció, hogy ó, a német a cigány. És akkor én emlékszem arra az érzésre, pedig 6 éves volt, de nagyon régen volt, hogy úgy kellett, hogy válaszoljak, hogy nem, a német az nem cigány, csak az apukája cigány, meg az anyukája cigány. Nyilván az volt bennem, hogy éreztem a zsigerekben, hogy ha valakire azt mondják, hogy cigány, akkor azt nem szabad mondani, de ezáltal mégis tulajdonképpen, hogy besoroltam ide, egy ilyen színvak, nem színvak játékba kerültem bele, és ez valamikor 60-as évek elején volt, már akkor egy gyerek érezte ezt, hogy valahol ez sikkos talaj. Sok szó esik asszimilációról, akkulturációról, integrációról. Hol van itt a valós szegregációról? Hol van itt a középút? A média reprezentáció, vagy akár a köznevelési tartalmak, vagy hogy ott történjen egy markáns előrelépés, az valamit hozzátehet ahhoz, hogyha egy jól öltözött roma fiatal bemegy a boltba, akkor mondjuk nem tapad rá bisztior automatikusan. Kell egy ilyen általános, széles középosztály társadalom, ahol nem az a kérdés, hogy most van-e víz, vagy nincs-e víz, vagy nem tudom micsoda. Hogyha ez így nagyjából, persze nem lesz mindenki gazdag, meg ilyesmi, mert nem mindenki olyan okos, meg egyéb dolgok, de hogyha mondjuk van egy ilyen átlagos, nem jó lét, azt azért nem mondanám, hanem egy ilyen átlagos elérdegélünk, majd utána jöhet az, hogy akkor lehet gondolkodni azon, hogy vannak-e olyan extra, tényleg kulturális dolgok, hogyha valaki mondjuk elindul az értelmiségi válás útján, az is maradjon identitás tekintetében. Mindig azt vetik fel, hogy mennyi idő eltelt már, és nem látjuk a roma értelmiségieket. Hát azért, mert hogy valaki diplomát kap, többségében holnaptól nem cigány. Mert nem éri meg. Mi szentül meg vagyunk győződve, hogy az álló embernek, az erős embernek van lehetősége arra, hogy lehajoljon, arra, hogy oda menjen ahhoz, aki nem tud mozdulni. Ezt én a hajléktalan ügyben is nagyon megértem, és a felzárkozó településeken is. Hogy mindazok a lehetőségek, amik itt voltak már 30 éve, azon buktak el, hogy nem voltunk igazán jelen. Programokat valósítottunk meg, tehát magát a programokat akartuk megvalósítani, nem a problémát megoldani. Amikor mi azt mondjuk, hogy diagnózis alapúan vagyunk jelen, akkor az azt jelenti, hogy addig megyünk, amíg meg nem oldjuk.